hiszen most jön az a személy a ringbe, az a személy a szorítóba, aki nélkül valóban nem lehetett volna sem az első, sem a tizedik gála, aki azt mondta, hogy ő most is kész volt megszervezni, és úgy, hogy közben versenyzőként is a szorítóba lép ezt a mai estét öröknek, örökért és az ökölvívásért, a küzdősportokért. Fantasztikus az a sport teljesítmény, amit nyújtott, még mielőtt elhangozna a neve, és még mielőtt a szorítóba hívnám, csak egy pár számadat, akiről beszélünk, aki itt ma örök elé lép, és elétek lép, 44 éves, 39 profi mérkőzésen, 39 profi győzelme volt box mérkőzésein, ebből 17-et KO-val ért el. A szekszárdi gálák történetében 9 alkalommal lépett szorítóban, és 9 alkalommal meg is nyerte a gála meccseit, 5-5 idő előtt. Ugye tudják már, hogy ki fog jönni majd. Még mindig nem őt szólunk a szorítóban, Vlad Jurevszik bajnoki övéért, hanem az őt kihívót, aki szintén komoly eredményekkel büszkélkedhet. Komlóról érkezett a fiatalember, és a K1 szabályrendszer szerint 4 alkalommal került a magyar bajnoki trónba. Hölgyeim és uraim, köszöntsék először, sok szeretettel a piros sarokba Bán Gábort! Mérkőzés tehát, a WSC nemzetközi címmérkőzése 8x3 percben.
szorítóból következik az első menet. Thank you.
szorítóból következik a harmadik meccs.
Szerintem a következik az ötödik nap. Utolsó mérkőzését látták. Győzelemmel búcsúzik rá a
szorítótól, a profi gyökerűből választásától, Gábor. Mérkőzésért érkeztünk. WSC mérkőzés lesz K3.